szeretettel köszöntöm nézőinket. Ezúttal dr. Fülöp Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő helyettese a vendégünk. Köszönöm, jó napot kívánok! Az a szó, hogy banki elszámolás, ez most már egy ilyen önálló fogalom, az a két szó pontosabban, hogy pontosak legyünk, hiszen bankról és számolásról van szó. Tehát, hogy banki elszámolás, ez már egy külön fogalommá vált. Ugye ennek az első periódusa már lezajlott nagyjából. Itt a devizahitelek kapcsán, a devizahitelek forintosítása kapcsán, illetve hát ezeknek a túlfizetéseknek a számlázása kapcsán, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, a túlszámlázás kapcsán volt. Igen, ez a bizonyos első forduló, parancsoljon. Igen, hogyha összefoglaljuk így két mondatba, hogy miről szól az elszámolás, valóban a tavaszi hónapokban a deviza alapú hiteleseknek az elszámolására került sor, tehát azokra a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozott, ahol ugye devizában vették föl jellemzően svájci frankban a hiteleket, viszont forintban fizették vissza. Ugye itt a két deviza alkalmazásából kifolyólag egy árfolyam részt alkalmaztak a pénzügyi intézmények, ezt megállapított a kúria, hogy ezek tisztességtelnek, ezeknek az árfolyamréseknek a felszámítása, illetve voltak olyan egyoldalú szerződésmódosítások is, amelyeknek szintén tisztességtelenségét mondta ki, mint például az egyoldalú kamatdíj vagy költségemelés. Az elszámolás arról szól, hogy ezeket a tisztességtelenül elvont összegeket visszakapták a fogyasztók. Ugye tavaszi hónapokban a devizalapú hiteleseknél történt meg az elszámolás, illetve a devizalapú kölcsönszerződésnek a forintra történő átváltása, tehát az elszámolást követően fennmaradó tartozás már forint alapú. Tehát a jövőben forintban kell törleszteniük, illetve most augusztus-szeptember hónapban történt meg a forinthitelesek, illetve a ténylegesen devizában törlesztő hiteleseknek az elszámolása, tehát azoknak, akik forint alapú hitellel rendelkeznek, illetve vagy rendelkeztek, illetve akik devizában vették fel, és devizában is törlesztették ezeket a hiteleket. Esetükben szeptember 30-áig kellett postára adni a pénzügyi intézményeknek ezt az elszámolási értesítőt, és tekintve, hogy itt forint hitelről beszélünk, illetve ténylegesen devizában törlesztett hitelről, nincs árfolyamrés. Ez annyit jelent, hogy itt csak a tisztesség elvont kamatok, díjak, költségek járnak vissza, így összességében valamivel kevesebb az a visszajáró összeg, mint a devizalapú hiteleseknél volt. Tehát ez már a második fordulóra tartozik akkor, ugye? És itt nem csak ingatlannal kapcsolatos hitelek vannak, hanem itt ugye ez az autóhitel, ez egy külön fejezet volt, mert nagyon sokan várták, hogy az autóhiteleknél is legyen például forintosítás. Igen, ez fontos az elszámolásnál, tehát az a része ennek a folyamatnak, ami arról szól, hogy a tisztességtelen összegeket visszakapják az érintettek, az nem csak a jelzálog alapú ingatlan hiteleket érintette, hanem például az autóhiteleket és a személyi hiteleket is. Tehát az elszámolás már az autóhitelesek és a személyi hitelesek esetében is megtörtént, deviza alapú hitelek esetén április hónapban, most pedig ugye a forint hitelek, illetve a tényleges devizások esetében is megtörténik. Ami nem történt meg az autóhitelek, illetve a személyi hitelek egy részénél, az a forintra történő átváltás. Ugyanis a forintosítás eredetileg az eredeti elszámolási jogszabályok, forintosítási jogszabályok szerint csak az ingatlan hiteleket, jelzálog alapú ingatlan hiteleket érintette, viszont továbbra is fennmaradt egy jelentős kockázat azzal, a járfolyam kockázat tekintetében azzal, hogy körülbelül 250 ezer olyan szerződés volt még, amelyek deviza alapúak voltak, ezek ugye jellemzően gépjárműhitelek, illetve személyi hitelek, és ennek megfelelően, mintha ez egy jelentős kockázatot jelentett továbbra is, döntött arról a parlament törvény elfogadásával, hogy ezeknél a hiteleknél is meg kell, hogy történjen a forintra átváltás, úgyhogy ez lesz az, ami majd december, illetve január hónapban kapnak erről tájékoztatót a fogyasztók. Összesen az első és második fordulóban körülbelül hány hitelről van szó? Tehát most, hogyha nem osszuk össze ugye a forintosítást, illetve az elszámolást, tehát most az elszámolásnak ebben a szakaszában, és ez nagyon fontos, hogy erről beszélünk, valamivel több fogyasztót érint, vagy több szerződést érint, mint a deviza alapú hitelet. A deviza alapú hiteletén nagyjából 2,1 millió szerződést érintett. Itt a mostani elszámolás, ez kb. 3,5 millió szerződést, forint alapút, illetve kb. 16.900 tényleges devizás szerződést. Tehát mondhatjuk azt, hogy bőven a fél országot. Igen, de nem mindenki fog névre szóló elszámolási értesítőt kapni, ugyanis időközben volt egy olyan jogszabálymódosítás, amely kimondta, hogy azoknál a szerződéseknél, amelyeket már korábban szerződésszerűen teljesítettek az ügyfelek, tehát lezárt hitelek, rövid futamidejűek, fix költségesek, tehát ahol nem volt tisztességtelen emelés elvonás, tehát nem is jár vissza ebből kifolyólag semmilyen összeg, tehát magyarul egy nullás igazolást kapna csak az ügyfél, ott nem köteles külön névre szólóan ezt a nullás elszámolási tájékoztatást.
De csak a nullás igazolást, ugye? Azt nem köteles. Tehát, hogyha van valamiféle tartozása ettől a bizonyos, hogy is mondjam, túlszámlázástól, mondjuk így, a hétköznapi nyelven, akkor viszont kell mindenkinek. Így van, és attól függetlenül, hogy nem kapnak névre szólóan értesítőt, az a kötelezettsége megvan minden pénzügyi intézménynek, hogy ezekre az úgynevezett nullás elszámolásokról is kell közzétenni egy közleményt, egy tájékoztatót a honlapon, illetve az ügyfélszolgálati helyiségben, ahol egyértelműen beazonosítható az ügyfelek számára, hogy melyik szerződéstípusokat érintette, és egyébként a jogorvoslati jogot sem csorbítja, ugyanis valaki úgy gondolja, hogy ettől függetlenül szeretné látni a részletes elszámolást, akkor ezt díjmentesen kikérheti a pénzügyi intézménytől, illetve hogyha úgy gondolja, hogy ő neki mégiscsak járt volna vissza az elszámolási szabályok alapján pénz, a pénzügyi intézmények úgy gondolja, hogy nem, akkor természetesen ezen közlemények a közzétételétől számított 60 napon belül a pénzügyi intézménynél írásban panaszt tehető. Még egyszer hozzáteszem, lehet, hogy ezt nem szereti Zsuzsa, de itt azért a nagyságrend, ami a deviza bukta, a devizán való bukás volt, az ugye már elnézést, hogy ilyen szavakat használok, de ugye hát így mondjuk ezt mi így a hétköznapokban, az lényegesen nagyobb nagyságrendű, mint ez a visszatérített, jogtalanul felszámolt haszont, viszont az, ahogy ezt visszatérítik, az viszont rendkívül dicséretes, hiszen valóban mindenféle külön utánajárás nélkül ezt az illető megkapja, és hát ezt már sokan dicsérték, hogy bár ugye a veszett fejszennyele, de végül is ehhez nagyon korrekt módon lehet hozzájutni. Tehát akkor a következő fordulóban is mindenki megkapja, ugye, akinek jár, tehát csak az nem kap értesítést, külön utánjárás nélkül megkapja, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ahogy ez a devizalapú hiteleknél is volt, a forint, illetve tényleges devizahitelesek is automatikusan fogják megkapni az elszámolási értesítőt, nem kell kérni. Ahhoz, hogy tisztán lássunk, tehát ugye szeptember 30 volt az a határidő, amíg postára kellett adni a pénzügyi intézményeknek, tehát elképzelhető, hogy október első napjaiban kapják készhez ezeket az értesítőket. Ehhez ki kellett tölteni ezt a papírt, vagy ezt csak a reklamációnál kellett, ugye, mert a korábbi adásunkban bemutattunk ilyen több oldalas kérvényeket. Az a pénzügyi békéltető testület eljárását kezdeményező dokumentumok voltak. Itt maga az értesítő az automatikusan fog érkezni. Nem kell ehhez kitölteni kérvényeket, igen. Nem, csak ez azért, automatikus lesz. Nem mosodjon össze, ugye, mert itt volt a kolléganője, aki viszont egy más területen van. De kapcsolódott terület, és azért is jó, hogy akkor a jogorvoslati mechanizmust egy kicsit végigvesszük. Tehát, hogyha valaki megkapta az elszámolási értesítőt, de nem ért egyet vele, akkor 30 napon belül tud panaszt tenni írásban a pénzügyi intézménnyel, akinek 60 napon belül válaszolnia kell erre. Hogyha továbbra sem ért egyet a pénzügyi intézmény álláspontjába, vagy ne adj Isten, nem kap választ 60 napon belül, akkor tudja, hogy a kolléganő által is korábbi adásban bemutatott pénzügyi békéltető testületnek az eljárását kezdeményezni. Ez valóban formanyomtatványnak a kitöltése szükséges, ami igazából a fogyasztóknak a helyzetét könnyíti meg, hiszen egyértelművé tesz, hogy mi az, amit meg kell jelölni ahhoz, hogy így a kérlem alapján megfelelően elbírálható legyen. De ez letölthető az internetről akár, ugye, de azért a bankoknál segítik is, ugye, a kedves ügyfeleket ebben. Természetesen ott is lehet segítséget kérni, de a Magyar Nemzeti Banknak a honlapján is elérhetőek, illetve a pénzügyi békéltető testületnek az aloldalán is elérhetőek ezek a dokumentumok, illetve az ügyfélszolgálati helyiségben is, de természetesen rengeteg olyan fogyasztóvédelmi civil szervezet is működik Magyarországon, akik tudnak segíteni az ügyfeleknek az ilyen jellegű dokumentumoknak a kitöltésében. A Magyar Nemzeti Bank honlapján az elszámolási és forintosítási információk alatt ezeket a civil szervezeti elérhetőségeket is megtalálják az ügyfelek, illetve minden gyakran felmerülő kérdést, ami egyébként az elszámoláshoz, forintosításhoz kapcsolódik. Ezt megmutatom a kedves nézőknek, hogy a panasz benyújtásának folyamata az egy ilyen ábrával van közzétéve. Hát ehhez kell azért egyfajta ilyen úgynevezett telefonos segítség, ahogy azt mondani szokás a vetélkedőkben, de ez sokkal egyszerűbb, mint aminek látszik, ugye? Igen, ez az, amiről előbb is beszéltem, ez a jogorvoslat, hogy milyen lehetőség vannak, hogyha nem értünk egyet. Ugye előbb ezt elmondtam, hogy a készhezvételtől számított 30 nap rendelkezésre, erre a banknak 60 napon belül válaszolnia kell, és akkor, hogyha nem értünk egyet, nem kapunk választ, akkor lehet a pénzügyi békéltető testülethez menni, aki egyébként egy kötelező erejű döntést hoz az eljárás a végén, és még ezzel szemben is van további jogorvoslat, hiszen hogyha az ügyfél vagy a szolgáltató nem ért egyet ezzel a döntéssel,
akkor járásbíróság előtt tud egy polgári nemperes eljárásban is további jogorvoslatot igényelni, illetve nem beszéltünk még azokról, akik nem kaptak elszámolási értesítőt, és ezt vitatják. Ugye előbb említettem, hogy lesznek olyan ügyfelek, akiknek nem járna vissza pénz, ők az ő esetükben ugye dönthet úgy a pénzügyi intézmény, hogy nem küldi ki az igazolást, hanem egy közleményt tesz közzé. Hogyha valaki vitatja azt, hogy ez alapján neki visszajár, nem jár vissza összeg, akkor a közlemény közzétételétől számított 60 napon belül tud panaszt tenni, illetve aki nem tartozik ebbe a körbe, de mégsem kapta meg az elszámolási értesítőt, akkor ő szintén érdemes figyelnie az ügyfélszolgálati helységeket, illetve a honlap tájékoztatóját a banknak, hiszen az utolsó elszámolási értesítő kiküldését követően közzé kell tennie a pénzügyi intézménynek, hogy részéről lezárult az elszámolást, tehát mindenkinek kiküldte a levelet. Ha valaki ezt követően sem kap semmit, akkor lehet szintén panaszt tenni a pénzügyi intézménnyel. Illetve még egy dologról nem beszéltünk, hogy mi lehet az oka, hogyha valaki nem kapott, vagy csak későbbiekben kap. Ugye vannak ezek a közérdekű perek folyamatban, amit a Magyar Nemzeti Bank az elszámolási törvények alapján indíthatott meg, és az április 30-ában meg is történt 16 intézménnyel szemben. Ez annyit jelent, hogy azoknál... Ez a 16 intézmény, ez 16 bank? Pénzügyi intézmény. Pénzügyi intézmény, igen. És ezeknek a pénzügyi intézményeknek, hogyha a közérdekű pere augusztus 1-jét követően zárult le, akkor ezen időponttól számított 60 nap áll rendelkezésre a megküldése. Erről egyébként egyrészt a Magyar Nemzeti Bank honlapján is adunk tájékoztatást, másrészt minden pénzügyi intézménynek a saját honlapján is tájékoztatni kell az ügyfeleket arról, hogy ezek a perek, tehát amit a bank indított az állammal szemben, vagy pedig ezek a közérdekű perek, amit a Magyar Nemzeti Bank indította az adott intézménnyel szemben, ezek hogy állnak, mikor zárultak le, milyen eredménnyel zárultak, és milyen befolyással van ez az elszámolási értesítő kiküldésének határidejére is. Itt összesen 8 olyan intézmény van jelenleg, aki később küldheti ki ezeket az elszámolási értesítőket, november elején, november közepére tolódhat el ez a határidő. Itt ugye 5 millió szerződésről van szó, tehát nagyon sok emberről van szó, és azoknak az embereknek, akiknek ilyen szerződéseik vannak, ez élet-halál kérdés is lehet, hogy most hogy működik ez tovább, és hogy jutnak-e előbbre ezekkel az ügyekkel. Önök felügyelet is, tehát ugye itten tájékoztatják, és itt most nagyon fontos információkat tesznek közé. Ugyanakkor én arra is kíváncsi lennék, hogy ez a felügyelet, amely felügyeli a bankok tevékenységét, hogy látja, hogy mennyire harmonikusan, mennyire gördülékenyen hajtják végre ezeket az elvárásokat. Korábban Magyarországon a pénzügyi szektort érintően ilyen volumenű folyamat, mint most a banki elszámolás és forintosítás korábban még nem volt. Ez egy hatalmas feladatot állít mind a bankrendszer elé, mind pedig természetesen a felügyelet szempontjából is meghatározó itt a tevékenység és a feladat. Ebből kifolyólag egész éven át tartó, sőt, jövő év elejéig tartó témavizsgálat keretében vizsgáljuk azt, hogy az elszámolási forintosítási jogszabályokat megfelelően végrehajtják-e a pénzügyi intézmények. Minden egyes pénzügyi intézményt vizsgálunk, és folyamatosan, illetve ez a vizsgálat kiterjedt még a devizalapú hitelek esetében is, a számítási módszert annak az ellenőrzésére is, tehát hogy azokat az algoritmusokat is vizsgáltuk, amelyek alapján az elszámolási összegeket kalkulálják a pénzügyi intézmények. Figyelemmel vagyunk arra, hogy a jogszabályokban előírt tájékoztatási követelményeket betartják-e honlapon, rendszeresen közzéteszik azokat az információkat, amit ugye a jogszabály megkövetel, az elszámolási értesítőket pontosan küldik-e ki határidőben, és az előző elszámolási ciklusban, tehát a devizalapú hiteleknél volt is arra precedens, hogy volt olyan pénzügyi intézmény, aki ezeket a határidőket nem tartotta be. Ebben az esetben természetesen, hogy azt előre jelezte a jegybank, következetes fellépés volt, tehát pénzbírsággal kellett ezeknek az intézményeknek számolni, de arányaiban nézzük, illetve hogyha azt nézzük, hogy mennyien panaszkodtak, mennyi panasz érkezett az előző ciklusban is a összességében, vagy a 2,1 millió szerződéshez mérten, elenyésző volt a panaszszám, amit a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve a pénzügyi intézményeknél lecsapódott. Úgyhogy ebből kifolyólag, illetve az ellenőrzési eredmények is azt mutatják, hogy alapvetően minden pénzügyi intézmény igyekszik a jogszabályi rendelkezések szerint eljárni, illetve ezt a folyamatot ennek megfelelően véghez vinni.
Zsuzsa olyan sokat segített már nekünk, illetve a jogos kérdés nézőinek, hogy megengedem magamnak azt, hogy egy kicsit ilyen privát dolgot is felvessek. Ugye egy kicsit csúsztunk most ennek a műsornak a kezdetével, amiért elnézést kérek, de hát mondták a kollégáim, hogy forró drótban volt Binder Istvánnal, a felügyeleti szóvívővel, az ön főnökével, és hát bizony-bizony elég nehezen tudták ezt a kis csúszást is beilleszteni a napjukba, mert most ugye az egyik televízióban, a másik rádióban, az egyik sajtóközlemény fogalmazásából a másik sajtóközlemény fogalmazásába kezdenek az informatív vonalnak is, ez egy ilyen komoly nagy túlterhelést jelent? Természetesen az elszámolás, illetve az elszámolásnak a kommunikálása, tehát fő cél az, hogy a fogyasztókat, az érintetteket folyamatosan informáljuk mi is saját eszközeinkkel arról, hogy hol tart a folyamat, milyen tapasztalatok vannak, mire érdemes odafigyelni, tehát természetesen ez is egy kihívást jelent, illetve nem utolsó sorban most tovább fonódott ez a lánc azzal az új elemmel, hogy az autóhitelesek, illetve a személyhitelek esetében is megtörténik a forintosítás, ez is nagyon sok kérdést értelemszerűen fel, ami egyrészt feladat elé állítja az ügyfélszolgálatokat is minden tekintetben a Magyar Nemzeti Banknál, illetve a sajtó részéről is fokozott természetesen az érdeklődés, és hát minden mellett még nagyon sok számos egyéb olyan téma van a felügyeletnél, ami sajtóaktivitást tud kiváltani, úgyhogy erre folyamatosan kell számolnunk. Én nem is tudok példát arra, hogy ilyen nagyságrendű, ilyen ügyintézési hullám lett volna bármilyen más ügyben, hogy 5 millió ügyet kell egyszerre kezelni, intézni. Én ennek nem tudom felmérni a terhét és a nagyságrendjét, de hát szóval így egy ilyen egyszerű hétköznapi ember számára ez egy elképzelhetetlen mennyiség és egy elképzelhetetlen kihívás. Ez egy példátlan nagyságrend. Én azt hiszem, hogy semmilyen más ágazatban nem volt ilyen. Ez valóban így van, és ehhez mérten azt tudom mondani, hogy annak ellenére az első alkalom mindenki számára az elszámolás az önmagában egy sikerként értékelhető, hiszen figyelembe véve azt, hogy több száz milliárd forintnyi összeg került vissza a háztartásokhoz azáltal, hogy ezeknek az összegeknek a visszatérítését törvényi szinten mondta ki a döntéshozó, tehát ilyenre korábban nem volt példa, és nagyon sok embernek segítette ez könnyebbé tenni a helyzetét, annak ellenére, hogy valóban az árfolyam rés miatti különbözet visszatérítése az ebben az esetben nem történik meg, hiszen az elszámolás nem erről szól, hanem arról, hogy a tisztességtelen összegeket kapják vissza az emberek, és ennek megfelelően sok esetben segített ez hozzá az embereket ahhoz, hogy megszüntesse a hitelszerződéseiket, hiszen nem egy esetben volt olyan, hogy olyan összegű volt a visszatérítés, amely a fennálló tartozást kiegyenlítette, tehát hozzájárult ahhoz, hogy megszűnjenek ezek a hitelszerződések, törlesztő részleteknek az általános csökkenéséhez vezetett, illetve nem beszélve most az autóhitelesekről és a személyi hitelesekről, hogy nagyon komoly tehertől szabadulnak meg, és az autóhitelekről alapvetően tudni kell, hogy a legnagyobb problémát az okozta, hogy a legtöbb esetben olyan konstrukcióban kötötték meg pénzügyi intézmények ezeket a szerződéseket, amely alapján nagyon sokáig alacsony törlesztő részletet, fix alacsony törlesztő részletet fizettek az ügyfelek, viszont a futamidő végén borzasztóan akár több százezer vagy milliós nagyságrendre is megugorhattak ezek a részletek, és ezen változtat és ezzel ellentétesen alakítja most a hátralévő futamidőre majd a szerződési feltételeket az autóhiteleknél a forintosítási jogszabály, ugyanis egy annuitásos, tehát egyenlő törlesztésű szerződést ír elő, ami annyit jelent, hogy egyenlő összegeket kell minden hónapban fizetni, ami egy sokkal kiegyenlítettebb törlesztést tesz lehetővé, tehát nem kell azzal számolni az ügyfeleknek, hogy a futamidő végén olyan megterheléssel számoljanak, ami esetleg egy újabb adósságot termelne, vagy egy újabb hitelfelvételt tenne szükségessé. Nem tudom, hogy van-e ilyen adatuk, hogy hány százaléka ezeknek a szerződéseknek, illetve teljesítéseknek dől be, csődöl be, hogy egyszerűen nem tudják fizetni, becsődöl az ügyfél. Igen, természetesen vannak arra vonatkozó adatok, hogy melyek azok a nem teljesítő hitelek, amelyeknél már több hónapja lejárt tartozások vannak, de ezzel kapcsolatosan pedig számos megoldási lehetőség adott az ügyfeleknek, és erről egyébként a Magyar Nemzeti Bank honlapján és közérthető fogyasztók számára teljesen emészhető formában tájékoztatást is adunk, hiszen egyik a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., aki egy ilyen esetben tud segítséget adni, illetve
Most ugye a családi csődvédelem is egy szinte egy alternatívát jelentett a problémás vagy problémás helyzetbe került ügyfelek számára, illetve nem utolsó sorban szoktuk javasolni azt, hogy akinek fizetési nehézséget támad a hitelével kapcsolatban, nem tudja ezekkel a feltételekkel törleszteni, akkor mindenképpen legelső esetben a saját pénzügyi intézményével kell leülni, hiszen az a tapasztalat, hogy a pénzügyi intézmény is látja a hajlandóságot az ügyfélen, hogy szeretne fizetni, de nem tudja adott esetben azokat a törlesztési terheket vállalni, ami az éppen aktuális szerződésben szerepel, akkor hajlandóság mutatkozik az ő részükről is, hogy ezeken módosítsanak, valamilyen fizetési kedvezményt, halasztást adjanak az ügyfélnek annak érdekében, hogy ez számára vállalható legyen, úgyhogy mindenképpen ezt javasoljuk, és nem azt a döntést kell először meghozni, hogy ha nem megy a törlesztés, akkor teljes egészében feladom, hiszen ennek azért súlyos következményei lehetnek, hiszen egy nem fizető, nem teljesítő hitelnél a tartozást ugye követeléskezelőhöz kerülhet, végrehajtás alá kerülhetnek, okkal súlyosabb terheket is rohat az ügyfelekre. Tehát lehetséges mentővet dobni az ügyfeleknek? Természetesen számos lehetőség van, de mindenféleképpen az ügyfelek részéről is kell a nyitottság, és amint ezt mondtam is, hogy mindenképpen a pénzügyi intézménnyel kell megpróbálni egyességet kötni erre vonatkozóan, és jellemző is az a tapasztalat, hogy a pénzügyi intézmények felől van is nyitottság arra, hogy próbáljanak egy olyan közös megoldást találni az ügyféle, ami a pénzügyi intézmény számára is jó, hiszen az ő érdeke is az, hogy továbbiakban is fizesse ezeket a törlesztési terheket az ügyfél, és az ügyfél számára is egy olyan optimális megoldást, ami az ő jövedelmi vagyoni szintje mellett vállalható terhet jelent. 2015-ben született egy fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos törvény, aminek csak az első oldalát printáltam ki, meg gondoltam, hogy majd Zsuzsa úgyis elmondja, hogy ez miről szól. A címet leegyszerűsítve, ez az a jogszabály, ami a fennmaradó deviza hiteleknek a forintosításáról, tehát leegyszerűsítve a gépjárműhitelek és a személyi hiteleknek a forintosításáról szól. Egy-két gyakorlati tudnivaló magáról a jogszabályról, illetve hogy mikor kapnak erről konkrét információt az ügyfelek. Először is, hogy kiket érint. Mindenkit érint, aki egyébként az elszámolással is érintve volt. Tehát azok a gépjárműhitelesek, illetve személyi hitelesek, akik elszámolási értesítőt kaptak, az elszámolás hatására visszatérítéseket kaptak, őket érinti ez a forintra történő átváltás. Akiknek jelenleg is fennáll még a szerződése, ők december 15-ig, vagy részükre december 15-ig kell postára adni a pénzügyi intézményeknek a forintosításra vonatkozó ajánlatát. Azért fogalmazom meg így, mert a forintosítás az nem kötelező. Viszont erre vonatkozó ajánlatot tenni kötelező a pénzügyi intézménynek, tehát mindenki automatikusan meg fogja kapni ezt az értesítőt, amiből láthatja azt, hogy forintra történő átváltás esetén hogyan módosulnak a szerződési feltételek, mennyi lesz a törlesztő részlet, mennyi lesz a kamat, és ezen értesítő átvételétől kezdve még mindig lehet úgy dönteni 30 napon belül, hogy nem szeretnénk kérni ezzel a forintosítási lehetőséggel, erről akkor tájékoztatni kell a pénzügyi intézményt, vagy fel is lehet mondani a szerződést, tehát erre is lehetőség van ráadásul díjmentesen, viszont ennek az a következménye, hogy akkor egy összegben esedékessé válik a tartozás, tehát meg kell fizetni esetleg egy másik hitelnek az igénybevételével. Ezt kell figyelembe venni, akinek viszont már felmondott szerződése van, és de még nem adták el követeléskezelőnek, ők ezt a tájékoztatást, ami a forintosításról szól, majd január 31-ig kell, hogy megkapják. Lehet, hogy a jogalkotók csóválni fogják a fejüket, de én azért megkérdezem, hogy vajon van-e lehetőség arra, hogy például a Magyar Nemzeti Bank a honlapjára kitegye ennek a lényegét, a summáját, az egyszerűsített változatát, ami nem tudom, 3-4-5 mondatban esetleg az, ami a legfontosabb ebből azt Természetesen, mutassa. Ahogy eddig is a folyamatnak, akár az korábbi elszámolási folyamat, forintosítási folyamatnak minden lépéséről próbáltunk közértető fogyasztók számára is hasznosítható információkat közéteni, ez az autóhitelek forintosítása kapcsán is folyamatban van, úgyhogy ez napokon belül is meg is jelenhet a honlapon, de ettől függetlenül, hogyha bárkinek bármilyen ilyen jellegű kérdése van, akkor bizalommal fordulhat az MNB ügyfélszolgálatához, akár személyesen, telefonon, e-mailen, postai úton, vagy pedig azokhoz a civil szervezetekhez, akikkel a Magyar Nemzeti Bank is kapcsolatban áll, akik pénzügyi fogyasztóvédelmi területen tudnak ilyen jellegű segítséget nyújtani, illetve bármilyen formanyomtatvány kitöltésében is készek rendelkezésre állni. Közben itt megpróbáltam magamban farigcsálni valamiféle bölcsességet, ami használható ez az egész eljáráshoz. Hát az jutott eszem, hogy a lányaimtól, Nórától és Laurától kaptam egyszer egy bögrét, hogy jobb gazdagnak lenni, mint szegénynek, már csak anyagi okokból is, vagy anyagi szempontból is, most erre már egészen pontosan nem emlékszem. Én
Erre meg most azt mondom, hogy jobb nem tartozni, mint tartozni, már csak ilyen eljárási útvesztők szempontjából is, de úgy látom, hogy tényleg igyekeznek itt a hatóságok és az erre hivatott szervek leegyszerűsíteni ezt a folyamatot, úgyhogy nagyon remélem, hogy ki azért jobban jár azzal, hogy ebben a folyamatban részt vesz, és hogy ez a folyamat elkezdődött. Nagyon szépen köszönöm a mai tájékoztatást, és a türelmét is, amit a műsor előtt itt kellett tanúsítania, és megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Ez volt már a jogos kérdés. Várjuk a kérdéseiket. Jogos kérdés @hatoscsatorna.hu e-mail címre. Viszontlátásra!